Üdvözlöm a Gotthár Televízió nézőit! A mai alkalommal karácsonyi könyvajánlóval érkeztem. Első könyvem címe Karácsony receptre. Dorothea Benton, Frank könyve. Teodóra a fürge és eleveneszű matróna bosszúsan tapasztalja, hogy családja elviselhetetlen agyatlanok gyülekezetévé vált. Amikor az ünnepekre végre összetereli az egész civakodó bagást, sóvárogva gondol a gyerekkora, szertelen és meghitt karácsonyaira. Mennyire hiányzik az otthon sütött főzött finomságok alatt roskadozó asztal, a pazarlón hóbortos díszítések, a kandalló melletti csodálatos beszélgetések nagyanyja szeretett házvezetőnőjével és bizalmasával, Pörlel. Hova lett mára a szeretet, az öröm és a békesség? De Teodóra elhatározza, hogy megismerteti családjával a varázslatos karácsonyt. Mert van valaki, aki ismeri Teodóra vágyait, és teli zsebbel, szívében a dél-karolinai partvidék egykori rabszolgáinak varázslatával, és annyi józansággal érkezik hozzá, ami elég, hogy a karácsonyt olyan csodává varázsolja, amilyennek lennie kell. Mindeközben csodálatos receptek birtokába juthatunk, a regény ugyanis a gasztroirodalom remeke. Következő könyvemet Karen Sveen írta, Éjfélkor a hóban a címe. Clover Phillips, díjnyertes rendező épp sikerei csúcsán jár, amikor találkozik Kit Flovival, aki szörfös és snowboardos. Kit nem csak a versenyeken elért első helyezései miatt ismert, hanem a botrányairól is hírhet. A sportoló érintett volt egy balesetben, amely tönkretette rivális a pályafutását. Kit soha nem beszél arról, mi történt akkor. Clover viszont eltökélt. Ki akarja deríteni az igazságot, ezért a helyszínre utazik. Az osztrák Alpokban, ezen a mesés szépségű hóvidéken szembesíti kérdéseivel a férfit, aki ki nem állhatja őt. Clover egyre mélyebbre ás, vonzódik Kithez, de meggyőződése, hogy a férfi titkol valamit. Kit Floy valóban olyan hideg, mint amilyennek mutatja magát. És hoztam nem csak szép irodalmat, hanem egy kis édességes süteményt is, méghozzá Stál Juditnak egyik könyvét, mégpedig az a címe, hogy Mentes édességek, a forradalmi desszertkönyv másként evőknek. Végig egy hiteles szakácsnőt, akinek megbízható receptjeiből egy ország fő süt majdnem 2 évtizede. Tegyél fel neki egy érdekes kérdést. Ugyanilyen finom, incsiklandó zamatok elérhetők vajon, ha a mentes táplálkozás követelményeinek kell megfelelnünk? Mindez egy baráti családi segítségkérésnek indult. Judit, van egy gluténmentes piskóta recepted? Tudsz tejmentes csoki tortát? Az egyre szaporodó kihívások emberükre akadtak. Stál Juditra, aki a gasztronómia mellett a sütés-főzés kémiája iránt is régóta szenvedélyesen érdeklődik. A szabály egyértelmű volt számára, csak semmi kompromisszum az ízekben. Legyenek olyanok a mentes édességek, mintha nem is lennének mentesek. Így született meg a glutén és tejmentes kávés csoki torta, a mindenmentes narancsos csoki trüfli kocka, a glutén és tejmentes mandulás piskóta, vagy épp az egészséges házi túróruli receptje. És még több tucatnyi más finomságé. Ráadásul sok közülük egyszerre többféle szempontból mentes, mert se glutén, se tojás, se tej nincs bennük. A jobbnál jobb édességekkel még nincs vége a kötetnek. Az utolsó oldalakon olvasható hasznos információk nem csak a receptekben is tükröződő hitvallást fejtik ki alaposabban. Önmagukban is élvezetes, praktikus, okos meglátásokkal szolgálnak a mentes étkezéshez, a táplálkozást a legkorszerűbb eredményeire támaszkodva. Feketén-fehéren, divatoktól is mentesen. És itt ismét egy szép irodalom. A fagyöngy alatt címet viseli Debbie McComber könyve. Eddie Folsom egykor nagy álmokat szögetve vette nyakába a világot. A lány az érettségi vizsga előtt otthagyta az iskolát, sőt, a szülői házat is, hogy a maga útját járja.
immár felnőttként édesapja halála után hazatér, hogy az anyjával töltse az ünnepeket. Ám valósággal földbe gyökerezik a lába, amikor megtudja, hogy az asszony egészen más tervezett. A legjobb barátnőjével, Julie-val kéthetes karibi hajóutazásra indulna. Úgy tűnik azonban, egy szerencsétlen véletlen keresztül húzza a számításaikat. Julie fia Eric, akit Eddie a háta közepére kíván, balesetet szenved. Mivel a lány tudja, az édesanyjának mekkora szüksége van erre az útra, kénytelen kelletlen felajánlja, hogy gondját viseli a férfinak a távollétükben. Eric azonban mogorvább, mint valaha, sőt az ünnepeket is utálja. Vajon némi égi segítség elegendő lesz ahhoz, hogy a karácsonyi csoda ezúttal sem maradjon el? El kell olvasni, és megtudható. Ismét egy szép irodalom. Szeles karácsonykor. Carol Matthews könyve. Julie Joyce élhal a karácsonyért. Imádja a karácsonyi ajándékokat, a karácsonyfát díszestül, a karácsonyi pulykát, meg úgy általában mindent, ami karácsonyi. Idén is hagyja, hogy elsodorja az ünnep áradata, ha már a családi pokolnak épp karácsony táján kellett elszabadulnia. Fia, Tom elvesztette az állását, ráadásul rémes partnereket hoz a nyakára. Állapotos lánya Chloe hazaköltözött a kisfiával. Apukája, Frank a saját szívfájdalmától szenved, míg anyukája, Rita napról napra szenilisebb. Vajon Rick, a férje, mikor elégeli meg a körös körül örvénylő káoszt? Ahogy közeledik a nagy nap, Juliet minden erejével azon van, hogy egyenesbe hozza a dolgokat, hiszen másra sem vágyik, mint hogy otthonukat karácsonykor betöltse a szeretet. És így karácsony tájéken még egy bónuszkönyv. Skandináv karácsony, ismerjük meg más országok világnak a karácsonyi szokásait. Több mint 80 hagyományos és különleges recept. Skandináviában a karácsony egész időszaka advent első vasárnapjától szilveszterig az ünnepek jegyében telik, s közben a hagyományok tisztelete és a korszerű stílus egyformán jelen van. Az otthonosság érzését, a már nálunk is ismert dán szóval, a higgét, a gyertyafény, a melegség, a sütemények és édességek sokasága teremti meg. A december első hetében sütött nyalánságoknak ki kell tartaniuk az ünnepek végéig. Az üvegek megtelnek szegfűszeges, fahéjas kekszekkel, színes süteményekkel, a dobozok apró ajándékokkal, az asztalokra kikerülnek az egyszerű örökzöld koszorúk, a fehér gyertyák, a mézes kalács házikók. A villás reggelik, uzsonnák, ebédek és vacsorák a sokszor újszerű módon elkészített hagyományos ételeket és italokat kínálják. Sokféle halat, húsokat, főként kacsát és sertéshúst, az évszaknak megfelelő zöldségköreteket. És mindezt a forralt borok, a karácsonyi glögg, a gyümölcsös koktélok kíséretében. Ebben a pompás fotókkal illusztrált könyvben a dán szerző több mint 80 hagyományos és különleges karácsonyi receptet oszt meg az olvasókkal, és közben megismertet az ünnepi szokásokkal is. És az elmaradhatatlan vers. Szusánszki Aranka, Karácsonyi angyalok. Karácsony angyalai elindultak a földre, hogy az emberek között rátaláljanak a csöndre. Létezik-e a szívekben a hallgatag szeretet, mely nem vár csillogást, sem villogó díszeket? Érkezik az első angyal december elején, hogy Mikulás jöjjön Szent Miklós ünnepén. Erősíteni a gyermekek szívében a hitet, bármit legyőzhet, olyan erős a szeretet. A következő vendégek a remény angyalai, hogy ránk találjanak a bizalom napjai. Képesek legyünk a jövendőben bízni, az elmúlt rossz napokat bölcsen elfeledni. Advent első lángjától a harmadik héten öröm angyalai közelednek a fényben. Jó hírt hoztak nekünk, több mint 2000 éve megszülethet a megváltó földi életébe. Aztán majd elérjük a negyedik hetet, a következő angyalok hozzák a szeretetet. Teljen meg vele minden ember szíve, ne maradjon senkinek üres a lelke.
a gyertyák fénye mellett, ha lelket felemeled, messziről ragyog majd a szereteted. Az angyal megérint, lelked ünneplőbe öltözik, az emberek szemébe ragyogás költözik. Minden kedves olvasónknak nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok!